Az erstemarket.hu, a reggeli monitor, a Trend FM reggeli hírműsorának kiemelt szakmai támogatója. Szakértőink rendszeresen tájékoztatják a hallgatókat a legfontosabb gazdasági és piaci eseményekről és információkról, a folyamatok hátteréről, hogy megalapozottabb befektetési döntéseket hozhassanak. Ez a podcast a műsor vágott, szerkesztett változata. Az Európai Központi Bankról azt tudhatjuk, hogy júniusban nyúlt legutóbb a kamatokhoz, akkor 25 bázisponttal csökkentette az irányadó refinanszírozási műveletek kamatlábát, valamint a kamatfolyósó két széle is egyébként 25 bázisponttal került lejjebb, azonban az végezetül nem bizonyult egy kamatcsökkentési ciklus első lépésének, legalábbis olyan értelemben, hogy júliusban és augusztusban nem követte egy újabb vágás. Szeptemberben viszont már követheti? Szeptemberben így igaz, egy újabb vágás következhet, és egy picit furcsán néz ki az Európai Központi Banknak ez a kamatcsökkentési ciklusa, legalábbis az aktuális várakozások szerint, hiszen az elemzői várakozások azok nem csak az idei évre, hanem egészen jövő év végéig egy olyan mintázatot várnak, hogy egy alkalommal 25 bázisponttal csökkenti az Európai Központi Bank a kamatot, majd a következő kamatdöntőülés alkalmával pedig kivárás mellett dönthet, és ez lehet a minta gyakorlatilag jövő év végéig. Ebből adódóan negyed évente egy kamatvágásra kerülhet sor majd az Európai Központi Bank részéről, így a holnapi szeptemberi kamatdöntőülés alkalmával is egy kamatcsökkentés várható. Ennek azonban lesz annyi érdekessége, hogy megszokhattuk, hogy az Európai Központi Banknak ugye technikailag három kamata van. Van az úgynevezett alapkamat, ugye ez a referencia kamatláb, és ezen kívül van egy egynapos hitelkamata, illetve van egy egynapos betéti kamata is az Európai Központi Banknak. Erről picit kevesebbet szoktunk beszélni, pont azért, mert hogy mindig együtt változik a referencia kamattal ez a három kamat. 2019 óta gyakorlatilag ezek mindig így történtek. Most viszont ebben lesz egy változás, hiszen már a márciusi kamatdöntőülés alkalmával jelezte az Európai Központi Bank, hogy felülvizsgálta a monetáris politikai keretrendszereket, és ennek az eredményeként megváltoztatja az úgynevezett kamatfolyosókat. Ugye a kamatfolyosó határozza azt meg, hogy a referencia kamathoz képest mennyivel tér el a betéti kamat, illetve mennyivel tér el az egyhetes hitel kamatláb, ami most azt a furcsa eredményt fogja hozni magával a holnapi kamatdöntőülés alkalmával, hogy kivételesen a három kamatláb majd nem azonos irányban. Nem azonos irányban, de nem azonos mértékben fognak megváltozni. Egyébként az euróövezeti cégek számára és az euróövezeti lakosság számára hitelfelvétel esetén melyik ezen említett három kamatszintből a leginkább meghatározó, vagy melyiknek a változása gyűrűzik át leginkább példának okáért akkor a lakossági vagy a vállalkozói hitelekbe? Ugye azok a hitelek azok gyakorlatilag egy bankközi kamathoz szoktak árazódni. A bankközi kamatok viszont a jelenlegi környezetben azok elsősorban az LKB-nak a betéti kamatához állnak közelebb. Ugye egyszerűen ennek az a magyarázata, hogy egy likviditásbőség van az európai bankrendszerben igazából évek óta, tehát hogy az a jellemző magatartása a kereskedelmi bankok részéről, hogy többletbetétet tartanak az Európai Központi Banknál, tehát az európai jegybanki eszköztárból igazából a betéti eszköz az, ami aktívan használatban van. Éppen ezért ennek a kamatlába az, ami ténylegesen meghatározó a kereskedelmi bankok számára, ezen keresztül a bankközi kamatok számára, és így a hitelkamatoknak az alakulásának a szempontjából nézve is. És éppen ezért, amikor kamatcsökkentésről beszélünk az LKB részéről, akkor valójában mostanában, és a mostanában alatt igazából az elmúlt évek gyakorlatát értem, akkor valójában mi erről a betéti kamatról beszélünk, és ebben várhatóan 25 bázispontot fog az Európai Központi Bank vágni a holnapi döntés alkalmával. Hiába nem ez az a kamatláb, ami formálisan meghatározásra kerül,
de a valóságban effektíve mégis ez a legfontosabb jegybanki instrumentum jelenleg, és ennek a kamatához, kamatszintjéhez igazodik gyakorlatilag majd a többi kamatszint is. Említetted ezt az érdekes sormintát, hogy egy kamatcsökkentésre jön egy-kettő kivárás, majd megint egy kamatcsökkentés. Ennek igazából mi az értelme gazdaság ösztönzés szempontjából, hiszen azt eleve el szoktátok mondani, hogy amikor történik egy kamatcsökkentés, az is, amíg megtörténik a monetáris transzmisszió, tehát úgymond az egész gazdaságra átgyűrűzik ennek a kamatcsökkentésnek a hatása az, hát mondjuk úgy, hogy egy-másfél év. Úgyhogy ilyen értelemben lehetne bátrabb is az LKB, nem? Hiszen a gazdaság nem néz ki túl jól, az inflációs trendek viszont pont, hogy jól néznek ki. Így igaz, hogy a inflációban egy komoly lecsorgás volt tapasztalható, és egy megnyugvás, és tényleg a növekedés tekintetében viszont azért vannak aggodalmak. Mert az látszik, hogy az Európai Központi Bank azért továbbra is óvatos szeretne lenni. Tehát, hogy hiába néz ki most jól az infláció, azért mindenkiben benne van a félsz, hogy mi van, hogyha egy újabb koros infláció sok megjelenik. És ugye történelmileg az Európai Központi Bank anno körülbelül egy évtizede már elkövetett egy olyan hibát, hogy túl gyorsan vágta a kamatot, vissza kellett neki kvázi pánikszerűen emelni az alapkamatot, és ugye az annó nem tett jót a jegybanknak a hitelességének egyrészt, másrészt pedig, ha vissza kell a jegybanknak a kamatot emelnie, az gyakorlatilag olyan, mintha egy társas játékba így vissza kell állni a start mezőre, tehát hogy ez mindenképpen elkerülendő monetáris politikai szempontból, hiszen egy nagyon hosszú folyamatot kéne újra kezdenie a jegybanknak, tehát hogy mindenképpen nagyobb annak a kockázata még a mostani gazdasági környezetben is, hogyha túl gyorsan vág egy jegybank, adott esetben ugye az LKB. Éppen ezért van ez a stratégiája, úgymond az LKB-nak, hogy egyet vágnak, egyet tartanak, mert hogy van idejük így megnézni, hogy milyen folyamatok indulnak be a gazdaságba, hogyan változnak a kamatok, hogyan reagál erre adott esetben a hitelezés. Ez negyedéves szinten azért ezek a folyamatok már elkezdenek látszódni, még akkor is, hogyha nem teljesen megy végbe ez az alkalmazkodási folyamat, ami szerintem én inkább egy ilyen 6 hónapos futamidőt mondanék rá, tehát ez az 1-1.5 év az egy picit hosszúnak tűnik ilyen szempontból, és hát ráadásul az Európai Központi Bank ezt majd mindig úgy időzítheti, hogy a negyed év végi kamatdöntődések alkalmával jöhet a kamatcsökkentés. Ugye ez van, így van, ez most is szeptember során, hiszen a harmadik negyed év vége van. Ugyanis a negyed év végi kamatdöntődések alkalmával a jegybanki stáb minden alkalommal készít egy frissített gazdasági előrejelzést, ami tartalmaz egy friss inflációs, illetve egy friss növekedési előrejelzést is. Hát ilyen szempontból megalapozottabb információ halmazon tudja a jegybank meghozni a kamat döntéseket. És ugye, ahogy említettem, valószínűleg holnap is egy új frissített gazdasági előrejelzéssel leszünk majd gazdagabbak. Na és hát ez mit mutathat? Mert az euróövezeti gazdaságot illetően mostanában inkább csak a negatív híreket halljuk. Talán legutóbb az volt az egyik legérdekesebb hír, hogy ugye a német autóiparban vannak problémák, az elektromos átállás miatt nincs igazán kereslet, sem nagyon belföldi kereslet, de a külső kereslet is abszolút hiányzik, és a Volkswagen közölte, hogy németországi üzemeket zárhat be ennek folyamányaként, szóval inkább negatív híreket látunk, persze előfordulhat egyszer-kétszer egy-egy üzleti hangulatindex, ami akár már láttatja a fényt az alagút végén, most itt mi is mondtuk a hírekben, hogy akár a francia gazdaságot illetően, mondjuk milyen jó hatással volt az olimpia, és tényleg Franciaországból láthattunk ilyen BMI adatokat, amik utalhatnak a javulásra, de összességében nem túl jó a helyzet az euróvezeti gazdaságokkal, az LKB mit lát egy hosszabb horizonton, hogyan kászálódhat ki ebből a helyzetből a térség? Abszolút a negatív hírek és a negatív gazdasági adatok vannak túlsúlyban, de főként ez Németország esetében ott hatványozottan igaz. Ha csak az autóiparnál maradunk, akkor pont tegnapi hír, hogy a BMW-nél volt egy profit figyelmeztetés, egy profit warning, elsősorban a nagyon gyenge kínai kereslet miatt. És összességében is az látszik, hogy
hogy az európai gazdaság azon belül, főként az ipar, az valószínűleg gyengébben teljesít, mint ahogy az LKB azt egy negyed évvel ezelőtt látta. Ugye a korábbi előrejelzése neki az még egy 0,9%-os GDP növekedés az idei évre vonatkozóan. Valószínűleg ezt lefelé fogja módosítani néhány tizeddel majd az LKB. Ugye a piaci elemzők, akik gyakrabban frissítik az előrejelzéseiket, vagy folyamatosabban, ugye már csak a nagy számuk miatt is, ők inkább csak ilyen 0,7%-os növekedést várnak az idei évre, tehát valószínűleg az LKB-nak az előrejelzése is ehhez fog inkább konvergálni. A más paraméterben egyébként valószínűleg nem fog változni a jegybanknak az előrejelzése, tehát valószínűleg sem az inflációs folyamatokban nem következett be olyan változás, ami indokolná, hogy felülvizsgálja az LKB ezeket az előrejelzéseit, illetve hát a növekedés tekintetében is elsősorban olyan folyamatok látszódnak, amik az idei évi növekedést befolyásolják, azokat tolják lefelé. A jövő évi, illetve a hosszabb távú 2026-os növekedési előrejelzésben valószínűleg nem fog változtatni az Európai Központi Bank. Jövőre 1,4% egyébként a várt GDP növekedés a jegybanktól. Ugye ez sem túlságosan erőteljes egyébként, de mondjuk az idei évre reálisnak tűnő 0,7%-hoz képest azért mégiscsak egy duplázás jelenthet majd. Az estemarket.hu a reggeli monitor kiemelt szakmai támogatója. Ez a podcast a műsor vágott szerkesztett változata. Hallgassa végig a következő témát is. Az előző beszélgetés blokkban Nagy Andrással, az Erste részvényelemzőjével arról volt szó közöttünk, hogy az Európai Központi Bank vélhetően holnap csökkenteni fogja a kamatokat. Júniusban lépett hasonlót az LKB hosszú monetáris szigorítási ciklust követően, és hát a Fed is hasonló lépésre készül. Ugye ők a monetáris szigorítási ciklus majd a kamattartások időszaka után még nem nyúltak hozzá kamatcsökkentés céljából a kamatokhoz, ez viszont a jövő héten megtörténhet. És van-e még bármi olyan, vagy lehet-e még bármilyen olyan gazdasági adat, inflációs mutató, ami eltántoríthatja a Fedet ettől az elhatározásától? Igen, jövő héten majd érdekes lesz az ülés, a várakozások azért egyértelműen arra mutatnak, hogy lesz kamatcsökkentés, de az előző hetekben folyamatosan próbatétel előtt volt ez a gondolat, mert hogy jött a PCE inflációs adat, ami a Fed kiemelt inflációs mérőszáma, az nagyjából a várakozásoknak megfelelő volt. A múlt héten jöttek a munkaerőpiaci adatok, akkor azt vártuk, vagy azt várta a piac, hogy ha azok nagyon rosszak lesznek, akkor akár nem csak a sima 25 bázis pontos kamatvágást ért, hanem annál akár nagyobb kamatcsökkentés. De nem, tehát rosszak lettek a munkaerőpiaci adatok legalábbis az előző hónapokhoz képest, de nem lettek olyan nagyon-nagyon gyengék, és nem jelzik azt, hogy az amerikai munkaerőpiac összeroskadna. Tehát jelenleg inkább az a várakozás, hogy egy óvatosabb 25 bázispontos kamatcsökkentés jön, viszont ma még lesz egy fontos adatközlés, az augusztusi inflációs adatokat mutatják be Amerikában. A várakozás az az, hogy a főmutató 2,9%-ról 2,5%-ra csökkent, ez az éves infláció, a maginfláció viszont 3,2%-on stagnál, úgyhogy ez utóbbi adat inkább arra utal, hogyha valóban ez lesz a tényleges adat, hogy még a fél érték fölött van az infláció, és így ilyen nagyon erős kamatvágásokra nem számíthatunk, de a bázis pont az elég biztosnak tűnik. A piaci árazások szerint egyébként idén 1% pontos csökkentés jöhet, tehát 4-15 bázispontos, de mivel ugye már csak 3 kamat döntő ülés lesz, azért ez azt jelenteni, hogy valamelyik ülésen egy ilyen dupla 2-15 bázispontos vágás jöhet, de most nagyon úgy tűnik, hogy ez nem most szeptemberben lesz jövő héten, hanem esetleg a két többi ülések egyik ilyen, hogyha a gazdasági adatok is azt támasztják elő, hogy erre szükség van. Minden esetre azt szerintem kijelenthető, hogy legalábbis a várakozások alapján, hogy a Fed
egy bátrabb monetáris lazítási ciklust kezdhet el, mint ami az LKB-ra jellemző, legalábbis a Fed oldaláról nincs olyan kommunikáció, nem, hogy egyet csökkentünk, utána kivárunk. Egy vagy két ülés erejéig utána megint csökkentünk, hanem itt drasztikusabban jöhetnek akkor, hát az év végéig akkor 1%-pontos kamatvágás. Így igaz, tehát a Fed kicsit másképp áll hozzám, úgy voltak vele a döntéshozók, és ezt többször kommunikálták is, hogy hogy addig várnak a kamatcsökkentéssel, amíg tudnak, mert hogy a gazdaság egyébként alátámasztotta azt, hogy nem szükséges kapkodni, nem kell kamatot csökkenteni, és akkor utána kivárni, vagy esetleg visszaemelni, hogyha beerősödne az infláció. Kitartó volt az amerikai gazdaság, a lakossági fogyasztás is, és ez lehetővé tette azt, hogy várjanak. Most már a munkaerőpiac gyengülése az már egy olyan adalék volt hozzá, hogy elkezdhetik a kamat csökkentést, és az a lényeg, hogy ők addig akarnak várni, hogy amikor elkezdik a kamat csökkentést, akkor azt folytatni is fogják a következő jó néhány hónapban, tehát nem csak az idei üléseken, hanem ez még jövőre is kitarthat. Szóval ők türelmesebbek voltak, mert megtehették, de most úgy néz, hogy elkezdődik, és ez egy jó ideig ki is fog tartani már a csökkentés. Ez elég jelentős részvénypiaci rallit is elindíthat véleményed szerint? Én úgy gondolom, hogy most így hamar rögtön nem fog részvénypiaci rallit elindulni, már csak azért sem, mert már hónapok óta várja a piac ezt a kamatcsökkentést, és ez be van árazva, szóval nem lesz meglepetés a befektetőknek. Rögtön még nem is érezheti a hatását egy-egy kamatvágást a gazdaságban, tehát annyira nem gyors ennek az átmenet, de ahogy majd akár a vállalatok és a fogyasztók számára a hitelfelvételi költségek alacsonyabbak lesznek, megjelenik a fogyasztás, akkor ez már megjelenik a cégek számaiban is. Ott ez mondjuk az jó pár hónapot igénybe vehet, de utána az már hozzájárulhat, igen, ahhoz, hogy a tőzsdék is emelkedésbe kezdjenek. Most még azért vannak egyéb tényezők is, amik a politikai volatilitást nevelik, és inkább egy ilyen idegesebb hangulatot idéznek elő, hogy más nem mondjuk el, itt jön az amerikai választás majd november elején, úgyhogy nem lehet még tudni pontosan, hogy mire számítsanak az amerikaiak, de nagyon szoros a két, aki a Kamala Harris és Donald Trump, a két elnökjelölt között nagyon szoros a verseny, és ez a befektető szempontjából sem mindegy, mert ők másképp látják a gazdaság alakulását, és ez a befektetésekre is hatással lehet. Szóval addig még nem fogják elhasználni a kuszkaport a befektetőt, úgy gondolom, úgyhogy a nagy rallira még várhatunk. Akkor esetleg ez az elnökválasztás végeredménye után várható, ha úgy alakul minden. Viszont az egyik legjelentősebb amerikai vállalat az Apple nagyot dobbantott a héten, szeptember 9-én ugyanis leleplezte őszi újdonságait, köztük az iPhone 16 okostelefonokat, amely már integráltabb módon a mesterséges intelligenciát is tartalmazza. Mennyire okozott az Apple házatáján egyfajta hype-ot, akár a részvényárfolyamban egy megugrást ez az esemény, mennyire hozta az előzetes várakozásokat? Az Apple is most ezzel csatlakozik a verseny, a legnagyobb versenytárshoz, a Samsunghoz. Ők már idén kihozták vagy talán már tavaly a mesterséges intelligenciára alapuló új készülékeiket is, és ezek meg lettek támogatva különböző felhasználói élményt fokozó funkciókkal, úgyhogy ettől most őket követi. A részvényár folyamban nem volt érzékelhető ilyen nagyon nagy megugrás, pont azért, mert tőlük ez már várható volt. A kérdés inkább az lett, hogy hogyan sikerül az értékesítés. Az Apple most az elmúlt néhány évben már inkább azzal küzdött, bár azért nem mondanám, hogy olyan nagy, hogy olyan rossz helyzetben nincsenek, de hogy mégis azzal küzdöttek, hogy növeljék az eladásaikat, mert
volt a 2020-as év, ami meg a 21-es, ami ilyen erősen alakult, hiszen a Covid miatt is, mert akkor az elektronikai kitek iránti kereslet eleve erős volt, de hogy azóta behozták az 5G-képes telefonokat, az volt az első év, de azóta meg nem volt olyan nagyon nagy újdonság az iPhone-oknál, ami miatt rávetették volna magukat a vásárlók. És egy amerikai cég készített egy felmérés, és szerintük egy ilyen 300 millió iPhone készülék, világszerte 300 millió iPhone készülék 2020 óta nem volt frissítve, már úgy frissítve, hogy nem szerelték le őket újabb készülékre. Úgyhogy most ez a mesterséges intelligencia behozatala az Apple tervei szerint pont ez egy ilyen ok lesz, ami miatt majd megéri lecserélni a régebbi készülékeket az újra. Van az Apple Intelligence nevű platform, ami mindenféle mesterséges intelligencián alapuló segítséget összegyűjt, például üzenetet generál, összegzést készít dokumentumokból, vagy fogalmat, e-mailt akár, vagy egy teljes weboldalnak, ahol egy kivonatot készít, képeket szerkez, képeket hoz létre, szóval ezeket a az úgymond én kitekítsen mesterséges intelligencia segítségével működő feladatokat látja el, és ez lehet a nagy durranás. A szokásosnak megfelel most itt több különböző készüléken az iPhone-ból, tehát különböző tudású, különböző árcélulával ellátott készüléket vesznek, és ilyen, évente egy ilyen 200 millió környékén szokott alkulni az eladási darabszám kísérletán fölötte, és ahogy említettem, most van ez a 300 millió, amit négy éve már nem szereltek le, tehát hogyha egy ilyen, ez a frissítési ciklus jobban beindul, akkor az meg tudja dobni eléggé az Apple számait, és akkor a szokásos számára jobb elételt generálhatnak az iPhone eladások, úgyhogy most azért van lehetőség erre a cégnél, hogy nagyot robbantsanak, de ugye ez azért azt kell, hogy a vásárlók is olyan helyzetben legyenek, hogy megengedhessék maguknak, hogy azért nem olcsó készülékekről beszélünk, az egyszerű készülékek azok már $800-tól indulnak, de a legdrágább, legjobb, nagyobb tudásról az $1200-tól indul, aztán azon belül is még vannak változatok, hogy milyen mekkora memóriával van szerelve, stb. Tehát ez még lehet drágább is. A lakosság fogyasztás is bejön a képben, úgyhogy ha majd alacsonyabbak lesznek a kamatok, és könnyebben jutnak hitelhez az amerikaiak, az amerikai vásárlók elveszeletnek hitelből, meg oldani sok vásárlás, akkor az segítheti az iPhone eladásokat is, hisz egy ilyen szempontból az előttünk álló hónapok kedvezőek lehetnek a cég szempontjából is. És egyébként nem csak az iPhone-okat mutatta be a cég, hanem különböző ilyen hordozható eszközeit, vagy ilyen viselhető eszközöket, az AirPods hallgatókat, és azon túl, hogy ezek ilyen hasznos segédeszközök, még ilyen orvosi eszközként is funkcionálnak, és ez az Apple nagy újítása. Például a fülhallgatót hallókészülékként is lehet használni. Pár éve az amerikai közölet engedélyezte a jobboltban lehessen vásárolni, hogy akkor a hallókészüléket nem csak orvos írhatja fel, és tehát az AirPods, az Apple-nek a fülhallgatója, amilyen enyhe és közepes mértékű halláscsökkenés esetén tud segíteni, egy felerősít bizonyos frekvenciákat, és ugye a hangok tisztában és igénykebben szólnak meg, tehát beteszi az ember a fülébe, bekapcsolja ezt a funkciót, ezt a hallássegítő funkciót, és akkor a külvilágból érkező hangokat, tehát azok jobban el tudnak jutni oda, ahol el kell jutnunk. Ez egy elég nagy újítás, és én nem is tudok ilyenről más hasonló cég esetében. Egyébként az ilyen hallókészülékek akár több ezer dollárba is kerülhetnek, ehhez képest a 250 dolláros a legolcsóbb AirPods készülék, ami már ezt a funkciót tudni fogja, tehát ilyen szempontból azért ez egy jóval olcsóbb megoldás, akár sokan választhatják ezt. És akkor emellett van még az okos óra, az Apple Watch, az pedig most az a nagyobb újítás, hogy
ugye kezdik onnan, hogy ezek az okos kart, ezek vagy okos órák, a pulzus már alapból még egyik vérnyomást mérnek, véroxigén szintet hasonló adatokat, de az Apple új terméke pedig most nem korlátozott apnoét is detektálni tudja, tehát aki nem például nem, hogyha valaki nem tudja, hogy ilyenben szenved, akkor ez az óra fényderíthet erre, és fontos, mert hogyha ez nem derül ki, akkor ilyen különböző szövődményekhez vezethet, vagy magas vérnyomást, vagy cukorbetegség, kis problémák, úgyhogy itt a légzői zavarokat tudja mérni az eszköz a lavás közben, az én gyorsulás mérő segítségével. Ez érdekes új orvosi fejlesztéseket beépítettek arra az eszközeikbe, amik a felhasználóknak azért elég kedvezőek lehetnek. Here we go. Ez a podcast a Trend FM reggeli hírműsorának, a Reggeli Monitornak a vágott változata volt. A műsor kiemelt szakmai támogatója az erstemarket.hu. Közösen hisszük, hogy a tanulás, a befektetési ismeretek megszerzése az egyik kulcsa a sikeres pénzügyi gyarapodásnak. További információkért látogasson el az erstemarket.hu honlapra. Felhívjuk a figyelmét, hogy önmagában az elhangzottak alapján megalapozott befektetési döntés nem hozható. Ehhez kérjük, keresse meg befektetési szolgáltatóját.